Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit és a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Ma szentelik fel és iktatják be Szabadka 5. megyés püspökét. Monsignor Fazekas Ferencet, televíziónk és a Szabadkai Ferenc szentelését, televíziónk és a Szabadkai Magyar Rádió is élő egyenes adásban közvetíti a Szabadkai Szent Teréz Székesegyházból. A közvetítés szakértője főtisztelendő dr. Kara Nándor, a liturgikus teológia doktora, kishegyesi kisegítő lelkész, tiszteletbeli főesperes. Köszöntöm a médiaházban. És akkor egy picit magyarázzuk el a nézőknek, hogy mi is történik ma, mit ünneplünk ezen a november 11-én. Igazából egyszerűen fogalmazva azt ünnepeljük, hogy az egyházmegyénk nem árva tovább. Van főpásztorunk, akit a mai szentmisében püspökké szentelnek, tehát egy szentmise ünneplését fogjuk követni, de nem is akármilyen szentmiséről van szó, hanem egy püspöki szentmiséről, azon belül pedig egy püspök szentelési szentmiséről. Ami különlegessé teszi ezt a szentmisét, hogy igazából az egész egyházat látjuk. Amikor egyházról gondolkodunk, azt a szót kimondjuk, hogy egyház, akkor egy intézményre gondolunk. Valójában az egyház mi vagyunk, és most ennek a megjelenítését fogjuk látni a hívőktől kezdve a papokon át egészen a püspökig. Hogyan történik ez a szentelés? Van ennek egy bizonyos rendje? Meg fogják látni a nézők, illetve meghallják majd a rádióhallgatók, hogy mi mit követ, hogyan történik, miként történik. Egy nagyon látványos, talán itt éppen rossz szó, de egy nagyon szép szentmisét fogunk látni. Így van. Tehát a szentmisében fog történni maga a püspök szentelés. A liturgiánk a szenteléseket, a szentség kiszolgáltatásokat a szentmise két fő része közé szokta beékelni, tehát az ige liturgia, illetve az eukarisztia liturgiája közé. Magyarán a szentbeszéd után fog elkezdődni maga a püspök szentelés szertartása, ami több kisebb szertartásból áll, és ennek végeztével a már felszentelt püspök fogja majd a szentmisét folytatni. Tehát tulajdonképpen egy ünnepi szentmise lesz azzal, hogy különleges részei is lesznek, ami csak püspök szenteléskor történik. Ezek különös szövegek, különös ének kíséri majd horvát, illetve magyar nyelven az egész szentmisét. És miért jelentős ez számunkra, nekünk itt a szabadkaiaknak, a bácskaiaknak, vajdaságnak, Szerbiának, Magyarországnak? Igazából egy egyházmegye püspök nélkül nem létezhet. Mint ahogy az egyetemes egyháznak a római pápa a látható feje, ugyanúgy egy egyházmegyének a pápa által kinevezett püspök a vezére, a feje, a pásztora, úgy a híveknek, mint a papoknak. Nem csak és nem annyira adminisztratív szempontból, abból is természetesen, de sokkal inkább lelki szempontból. Hogy van valaki, aki pásztorként, jó pásztorként vezet bennünket, mutatja az utat, az irányt, hogy merre kell mennünk, velünk halad, és nem csak mutatja az utat, hanem velünk halad. Egy nagyon felelősségteljes szolgálatról van ezek szerint szó. Így hogyan van. Lehet eljutni egy püspöki felszentelése, beiktatásra? Elsősorban ugye rendelkezni kell az egyházi rend előző két fokozatával, tehát az illetőnek katolikus papnak kell lennie. Maga a püspök választás, mondjuk így, hogy menete, az egy kicsikét nyilvános, kicsikét nem nyilvános. A gyakorlat szerint minden regnáló püspök meghagy három nevet, akit ő úgymond ajánl. És a lemondás esetén, amikor a püspök 75 éves korában lemond, vagy előzőleg bármilyen okból fogva megürül a püspöki szék, akkor a Vatikán elindít úgymond egy nyomozást, hogy azok az illetők, azok a jelöltek valóban alkalmasak-e a püspöki tisztségre, valóban megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, kritériumoknak, amelyeket egy püspök
amelyekkel egy püspöknek rendelkeznie kell. Ezek nyilvános kritériumok? Általánosak? Vagy nagyon specifikusak? Vannak általános és specifikus kritériumok. Kérdőíveket küld ki az apostoli nunciatúra egyes papoknak. Nekem még nem volt szerencsém ilyet látni, tehát nem tudom, hogy mi az összetétele. Nyilván a lelkipásztori munkájára vonatkozóan, hogy az eddigi papi élete során hogyan teljesítette a papi szolgálatot. Az erkölcsi életre vonatkozó kérdések vannak, és egyéb más kérdések. Miután úgymond letisztázódott a jelöltek listája, akkor a nuncius kiküldi a püspöki dikasztériumba, Rómába az aktát, és amikor ott a dikasztériumban sorra kerül az egyes egyházmegye püspöki kinevezésének a kérdése, akkor ott döntenek arról, hogy... A hívő népet meg se kérdezik? Én nem. Úgy tudom, hogy igen, hogy civil véleményekre is kíváncsiak a Vatikánban. Igazából most a szinódus kapcsán kezdődik el egy olyan folyamat, hogy valamilyen formában a világi Krisztus hívőket is vonjuk be, az ő hangjukat is halljuk meg, de más egyházi közösségektől eltérően a püspök kiválasztásába a világi híveknek úgymond beleszólásuk egyenlőre még nincs. Ezen kívül ugye még október 7-én kihirdették, hogy Fazekas Ferenc atya lesz az, akit püspökké szentelnek ma, illetve iktatnak be. Mi a különbség a kinevezés, a szentelés, illetve a beiktatás között, illetve mit jelent ez a három fázis? Először is, amikor a püspöki dikasztériumban, Rómában meghatározzák, hogy ki lesz az új megyés püspök, erről a szentszéknek az adott országban lévő nagykövetségét, a nunciatúrát értesítik. A nuncius behívja a jelöltet, közzi vele a szentszék, a szentatya döntését, és amennyiben elfogadja, onnantól kezdve ő kinevezett püspök. Magyarán még pap, de ő lesz majd a püspök. És ezt rögtön nyilvánosságra is hozzák? A tudomásra hozataltól számított egy-két héten belül hozzák nyilvánosságra, addig ugye mindazt, akinek tudomása van róla, úgynevezett pápai titoktartás köti, tehát nem mondhatja el sem a kiválasztott, kinevezett püspök, hogy én vagyok az, sem más, aki bármi módon tudomást szerez róla, erről nem adhat ki semmilyen információt. Tehát amikor a kinevezés megtörténik, azaz kihirdetik, onnantól kezdve kinevezett püspök. De még mindig nem felszentelt. De még nem felszentelt püspök. Amikor megtörténik a felszentelés, a felszentelés szertartásával válik püspökké, kapja meg a püspök szentelés által a Szentlélek Úristen kegyelmét, és válik püspökké. És ezután következik egyből a beiktatás, amikor az egyházmegye élére kerül. A mai szertartáson nyilván akkor tudatosul majd bennünk, meg mindenkiben, aki nézi, hallgatja a közvetítést, hogy kinevezték és beiktatták az új püspökünket, hogyha ő kezdi vezetni az ünnepi szentmisét. Valójában egy kicsikével már előbb. Pontosan akkor, amikor fel lett szentelve, minden püspöki inszigniát, jelvényt megkapott, és a szentelő püspökök fölvezetik a katedrához, a püspöki székhez, és beleültetik. És ezzel a szimbolikus cselekedettel, ezzel a gesztussal történik a beiktatás. Hát amikor most másfél évig a püspöki katedrát a székesegyházban üresen láttuk, és amikor most újra egy püspök fog benne ülni, akit előzőleg szenteltek föl, ott fog először igazán úgymond látványos lenni az, hogy a Szabadkai Egyházmegyének újra van püspöke. Engedje meg, atya, hogy gyorsan elmondjam csak, bár ez már a rádiónkban és a televízióban is elhangzott, hogy főszentelő van ma, mégpedig az ágrábi érsek metropolita Dražen Kutles a személyében. Ő a Horvát Püspöki Konferencia elnöke, és van két társ szentelő, az egyikük, akit jól ismerünk, Bábel Balázs atya, kalocsai kecskeméti érsek metropolita, illetve Vládó Kosics sziszeki püspök.
Miért van szükség három ilyen magas rangú egyházi személyre ahhoz, hogy valakit püspökké szenteljenek, illetve beiktassanak? Igazából, mivel a püspökség az egyházi rend teljessége, ugye az egyházi rend szentségének, papság szentségének hármas fokozata van, diakónus, pap és püspök. Az egyházi rend teljességéhez három szentelő szokott jelen lenni. Ez valamilyen szinten visszautal arra az evangélium mondatra, hogy kettő vagy három tanú tanúsítsa a dolgot, ahogy az evangéliumban is benne van. És azt is kihangsolni, hogy egy olyan fontos munkáról idézőjelbe, olyan fontos munkáról van szó, hogy ehhez egy ember nem elég, hárman kellenek, akik segítik a főszentelő püspököt abban, hogy a jelöltet püspökké szentelje. Azt viszont tudja-e már Fazekas atya is előre, meg a hívők is, hogy milyen feladatai, milyen megbízatásai, milyen kötelezettségei vannak a püspöknek? A püspöknek, és ez látszani fog a püspökszentelés szertartásából, az egyes inszigniák, egyes jelek átadásakor már a jelek szintjén, úgymond a liturgia közli velünk, hogy mi a püspöknek a feladata. Az első a tanítás, tehát ő a hitletétemény őrzője az egyházban, az egyházmegyében, ő az, aki hitelesen tolmácsolja a szentírást, őrzi a hitletéteményt, a tanítás. A második a megszentelés, hiszen ő az egyházmegyének a fő liturgásza, ha így mondhatom, és minden pap igazából az ő megbízásából ténykedik az egyes plébániákon. Hát minden szentség kiszolgáltatója elsődlegesen maga a püspök. És a harmadik a kormányzás, ugye ennek lesz majd a jelképe a pásztorbot, hogy vezeti az egyházmegyét, ugye ez adminisztratív dolgokkal is jár együtt, és egyéb más feladatokkal, de ez a hármas feladat. Tanítás, megszentelés és vezetés. És csak hadd mondom el, hogy közben már a közvetítés elkezdődött a háttérben, készülődnek az ünnepélyes szentmise megkezdésére a helyszínen, a Szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyházban, és nem sokára, pontosan 11 órakor elkezdődik az ünnepi bevonulás és a szentmise. Ott már nem túl sokat fogjuk zavarni a szentmisének a menetét, de azért, ha szükség esetén, megkérem arra Karan Ándor atyát, hogy segítsen egy kicsit kommentálni, illetve elmondani néhány fontos dolgot, főleg a rádió hallgatók miatt, igen, de hát a televízió nézők miatt is. Még csak annyit, vajon Fazekas atyának mennyire kötelessége majd, azon kívül, hogy törődik a papjaival nyilván, hogy a néppel is törődjön, mennyit kellene, hogy a nép között legyen, hogy megjelenjen, hogy valóban érezzük, hogy van püspökünk. Hát igazából a püspök az nem csak a papok püspöke, hanem a hívek püspöke. Sőt, igazából én úgy fogalmaznék, hogy a püspök, Fazekas Ferenc püspök úr jelen esetben a Szabadkai Egyházmegye hívő népének a püspöke. Ehhez a hívő néphez tartoznak úgy a papok, mint a világi Krisztus hívők. Hát egyszerre püspöke a papoknak, egyszerre pásztora a papoknak, és egyszerre pásztora a híveknek. És mivel a hívekből van több, tehát úgymond a hívek vannak többségben, így elsősorban a hívek pásztora. Azt hiszem, hogy a hívek meg is szokták már, hiszen 21 évig szolgált plébánosként Topolyán, utána itt Szabadkán a Szent György templomban, és akkor már általános helynöke is volt a néhai Szlávko Vecserén püspök atyának, úgyhogy megszokták, hogy a nép között mozog Fazekas atya, és remélem, hogy ezt a jó szokását meg is fogja tartani. Mit lehet elmondani még a szertartással kapcsolatban? Körülbelül mire számítsanak a nézők, a hallgatók, hogy meddig tart egy ilyen ünnepélyes szentmise? Az első fontos dolog, hogy egy kétnyelvű szentmiséről lesz szó. Magyar, illetve három, nem? Igazából öt. Fontosabban. Tehát az egyházmegyének két hivatalos nyelve van, a magyar, illetve a horvát, emellett még a német, illetve a szlovák. Mind a négy nyelv úgymond képviseltetve lesz, és a szentmisének a központi része az pedig latinul fog
elhangzani, pont amiatt, hogy a jelenlévő több országból, több nyelven beszélő papok és püspökök együtt tudjanak koncelebrálni a püspökkel. A szentmise két nyelvű lesz, az első része horvát nyelvű, a második része magyar nyelvű. Itt nem fogunk fordítani, a legszükségesebbet fogjuk majd halkan fordítani, és egy-két kommentárt fogunk hozzáfűzni a Székesegyházban zajló eseményekhez. Igazából két és fél három óra hosszás szertartásra kell számítani. Hát hosszú út vezetett odáig, hogy van püspökünk, és ugye a püspök szentelés szertartásai is azért időigényes szertartások. Köszöntések is lesznek a szentmise végén, tehát mindezek még egy kicsikét úgymond meghosszabbítják egy átlagos szentmise idejéhez képest. És egy nagyon szép eseményre készülődünk, és egy emlékezetesre, nem minden nap szentelnek ugye püspököt Szabadkán sem, és hát tudni kell, illetve láttuk is az előző képekből, hogy megérkeztek a vendégek, egyházi és világi vendégek is vannak, de ami nagyon fontos az, hogy mintegy 30 püspök, illetve érsek fogadta el a meghívást, és 130 főtisztelendő is jelen van, nem csak Vajdaságból, illetve Szerbiából, hanem a környező országokból is, illetve az előbb említett nyelvek egyházmegyeinek a képviselői. Miért fontos ez az egyházi személyek életében egy ilyen püspök szentelés, hogy ilyen magasrangú vendégek is eljönnek? Igazából azért, mert elsősorban a mi egyházmegyénk számára fontos, hogy püspökünk van, de ugyanakkor az egész világegyház számára fontos az, hogy az egyes rész egyháznak van püspöke, hogy itt most püspök szentelés történik. Hiszen nem önálló, egymástól elszigetelt sejtek vagyunk, hanem a sok különböző nyelvű nép együtt alkotja a katolikus egyházat, ezért katolikus az egyetemes, és ezért fontos az, hogy ennyien eljöttek ennyi, mondjuk így a világ ennyi tájáról, hogy osztozzanak a mi örömünkben, amely egyben az egész egyháznak az öröme is. Így lesz ez, erről majd mi magunk is megtudunk, illetve nézőink és hallgatóink is meg tudnak bizonyosodni, ugyanis most már kezdődik a közvetítés. Kérem, kísérjék figyelemmel.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I duhu tvojom. Draga braćo i sestre u Kristu, dragi novi subotički biskupe Ferenc, u ovom svečanom trenutku s velikom radošću i dubokim poštivanjem upućujem vam srdačan pozdrav u ime crkve koju smo pozvani zajedno služiti. Vaša posveta za subotičkog biskupa je znak Božije providnosti i provjerena je koja crkva polaže u vaše vodstvo. U svojstvu zareditelja velika mi je čast što mogu sudjelovati u ovom činu svjestan važnosti ovog trenutka ne samo za vas, nego i za cijelu zajednicu vjernika ove biskupije. Vaše imenovanje donosi novo svjetlo i novu nadu crkvi u Subotici, a vaša pastoralna briga i duhovno vodstvo bit će ključni u vremenu koje su ispred vas. Riječi svetog Pavla i poslanice Efežanima, jedan gospodin, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, na svima, po svima i u svima. Neka vam bude vodilja u služenju i svjedočenju Evanđelja Isusa Krista. Neka vas Gospodin obdari mudrošću, snagom i ljubavlju potrebnom za izazove koje nosi vaša nova služba. A biskup Sveti Martin, koga danas slavimo, neka vam bude uzor u vašem životu. A isto tako svima nama neka bude poticaj na početku ove svete mise da priznamo svoje grijehe kako bi mogli dostojno sudjelovati u svetom otajstvu.
Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišu, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog i otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Celsis Deo. Oh,
Pomolimo se. Bože, po obilju svoje neizrecive milosti, danas želiš postaviti za predvodnika svoje crkve subotički, službenika svoga prezbitera Ferenca, da možemo da dobroši dužnost biskupe službenika, a realizott népet szavával és példájával vezessen. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Ujedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vjeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. Dođe mi riječ Gospodinova. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što te iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka narodima postavih te. A ja rekoh, ah, Gospodine, Bože, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A Gospodin mi odvrati, ne govori, dijete sam, već idi k svima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ je Gospodnja. I tada Gospodin pruži ruku. Dotače se usta mojih i reče, evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje. Riječ Gospodnja. Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostol első leveléből. Testvéreim, legyetek tehát okosak, és virrasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyeket kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten. Hiszen övé a dicsőség, a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Mondalak titeket, mondja az Úr, mert elmondtam nektek mindent, amit Atyámtól hallottam. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus, ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik koji nije pastir i nije vlasnik ovaca, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi. A vuk ih grabi i razgoni, najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Kao što mene poznaje otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce.
imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado jedan pastir. Abban az időben Jézus így szólt, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell, hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezek az evangélium igéi. Véget ért a szentmise első része, az ige liturgia, és hamarosan kezdetét veszi a szentelés szertartása. Először a Szentlélek Úristent hívjuk segítségül a Veni Creator himnusszal, ezután következik majd a jelölt bemutatása, a pápai parancs felolvasása, az érsek úr homiliája, ezt pedig majd a jelölt ígéretei fogják követni. Thank you.
prečasni oče, crkva subotička ište, da prezbitera Ferenca zarediš za odgovornu službu biskupstva. Imate li apostolski nalog? Imamo. Neka se čita. Franciscus, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Francisco Fasecas. Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiának, Fazekas Ferencnek, a Szabadkai Egyházmegye papságából, eddigi egyházmegyei kormányzónak, ugyanazon egyházmegye kinevezett püspökének üdvözlet és áldás. Az igazság, a remény és a béke örömhírét hirdetjük, hogy az emberek Krisztus kinyilatkoztatásának fényében az élet által felvetett kérdésekre örömteli szívvel tudják meglelni a választ. Ugyanakkor az Isten népe iránt érzett szeretettől vezérelve, a püspöki rendhez tartozó testvérekkel együtt nagy gonddal arra törekszünk, hogy küldetésünk az egyház központjában ne szenvedjen semmi nemű mulasztást. Tekintve, hogy tiszteletre méltó testvérünk Szlávkó Vecserin halála után a Szabadkai Egyházmegye püspöki széke megüresedett, ennek a közösségnek most új lelkipásztort szeretnénk kinevezni. Miután imádkoztunk, úgy döntöttünk, hogy ezt a szolgálatot rád bízzuk, szeretett fiam. Szem előtt tartva a lelki gondozás terén megtapasztalt elhivatottságodat, valamint papi és emberi erényeidet, és azt, hogy egyházmegyei kormányzóként eddig is szorgalmasan láttad el szolgálatodat, mindezt alátámasztja reményünket, hogy alkalmasnak tartsunk erre a szolgálatra. Meghallgatva tehát az államtitkárság és a püspöki dikasztérium tanácsát, apostoli tekintélyünk teljességével szabadkai püspökké nevezünk ki téged, minden hozzátartozó jogkörrel és kötelezettséggel. A püspök szentelést Róma városán kívül bárhol elfogadhatod, a liturgikus előírások betartása mellett. Azt megelőzően le kell tenned a hitvallást és a hűségesküt nekünk és utódainknak az egyház törvényei és rendelkezései szerint. Azt akarjuk, hogy döntésünket tudasd egyházmegyét papságával és hívő népével, akiket szeretettel arra buzdítunk, hogy vezetésed alatt a mindennapi életben hűségesen éljenek Krisztus örömhíre szerint, megbecsülve mindenkit és szeretve a testvériséget. Téged, szeretett fiam, különösen arra buzdítunk, hogy a boldogságos Szűz Mária és jegyese Szent József közbenjárása által gondosan tanítsd a híveket Jézus örömhírére, aki mindvégig szeretett minket. Kiadva Rómában, Lateránnál, Rózsafűzér királynője emléknapján, az Úr 2023. esztendejében, pápaságunk 11. évében, Ferenc pápa. Franjo biskup, sluga slugu Božih, ljubljenom sinu Franji Fazekašu iz klera Subotičke biskupije, dosadašnjem diecezanskom upravitelju, postavljenom biskupu iste biskupije, pozdrav i blagoslov. Navještom evanđelje istine, nade i mira, kako bi ljudi u svjetlu Kristove objave mogli sretno pronaći odgovore na pitanja koje im život nameće. U isto vrijeme, vođeni ljubavlju prema narodu Božjem,
skupa s braćom u biskupskom redu, velikom brigom nastojimo da naše poslanje u središtu crkve ne trpi nikakve propuste. Budući da je poslije blažene smrti časnoga brata Slavka Večerina, subotička biskupija postala upražnjena, zato sada želimo toj zajednici postaviti novog duhovnog pastira. Pomolivši se, odlučili smo ovu službu povjeriti tebi, ljubljeni sine, imajući na umu tvoj dušobrižnički duh, kao i tvoje svećeničke i ljudske vrline, te da si do sada marljivo vršio službu dijecezanskog upravitelja, sve ovo utvrđuje našu nadu da te smatramo prikladnim za ovu službu. Stoga, saslušavši savjet državnog tajništva i dikasterija za biskupe, puninom naše apostolske vlasti imenujemo te i postavljamo za subotičkog biskupa sa svim pripadajućim pravima i odgovarajućim naloženim obvezama. Biskupsko ređenje možeš primiti gdje god želiš izvan grada Rima, uz obdržavanje liturgijskih propisa. Prije toga trebaš položiti ispovijest vjere i prisegu vjernosti nama i našim nasljednicima, prema zakonima i odredbama crkve. Tražimo da ovu našu volju obznaniš kleru i narodu tvoje biskupije, a njih sve usredno pozivamo da pod tvojim vodstvom u svakidašnjem životu odano žive evanđelje Kristovo, poštujući sve ljude i ljubeći bratstvo. Osim toga, tebe, ljubljeni sine, s posebnom nakanom potičemo da zagovorom blažene djevice Marije i njezinog svetog zaručnika Josipa vjernike brižljivo poučavaš evanđelju Isusa, koji nas je ljubio do kraja. Dan u Rimu, kod Laterana, 7. dana mjeseca listopada, o spomendanu blažene djevice Marije od Krunice, godine gospodnje 2023. 11. godine našega pontifikata. Papa Franjo. Dragi brate Ferenc, braćo u biskupstvu, poštovani svećenici, redovnici, redovnice, draga braćo i sestre u Kristu. Iznimna mi je čast biti danas s vama u ovoj prigodi biskupskog ređenja. Slavna povijest kršćanske vjere na ovim prostorima vodi nas u 5. stoljeće. A stoljeća koja su uslijedila kazuju da je crkva ovdje doista živjela muke i tjeskobe, radosti i nade svoga naroda. Ni danas nije drugačije. Vez vjere koji vas ovdje povezuje u etničkoj i kulturnoj različitosti dar je, ali i veliki zadatak. I danas se, kao toliko puta kroz povijest, kako pastirima, tako i vjernicima nameće zadaća očuvati živom vjeru i prenijeti je naraštajima u svojoj različitosti jezika i običaja. Dopustite mi da vas na tu zadaću potaknem riječima apostola Pavla, koji je zaštitnik ove biskupije. Riječi su to koje je uputio Timoteju i koje su izrečene kao savjet pastirima u svakom vremenu da znaju kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je crkva Boga živoga, stup i uporište istine. Pavao piše: pripazi na samog sebe i na poučavanje, ustraj u tome, jer to vršeći spasit ćeš sebe
i one koji te slušaju. U ovom kratkom odlomku apostol Pavao ohrabruje i potiče Timoteja te iznosi razloge takvim poticajima. Pavao upućuje tri vrste poticaja Timoteju. Prvi poticaj je da pripazi na samoga sebe. Ovaj Pavlov poticaj ne treba razumjeti samo u općenitom smislu kao poticaj bilo kojem čovjeku da se brine o svom tjelesnom zdravlju, ali niti kao poticaj bilo kojem drugom vjerniku koji je, kao i Timotej, podložan svakodnevnim iskušenjima, propustima i slabostima. Pavlov savjet je osoban i konkretan. Vidjevši zahtjeve Timotejeve službe i njegovu konkretnu i osobnu sposobnost služenja, Pavao ga potiče da vodi brigu o darovima koji su mu dani polaganjem ruku starješinstva po kojima je osposobljen za svoje djelo, da ih ne gubi, već da ih koristi i poboljšava tako da njegov napredak bude svima očit i svima na korist i na slavu Božiju. Razmotrimo što bi to konkretno značilo. U prvom redu valja istaknuti da je dar koji je Timotej primio polaganjem ruku neopoziv, jer su neopozivi darovi i pozivi Božji. Bog se nikada ne kaje zbog darova posebne i posvetne milosti. Neki darovi se mogu izgubiti ako ne koriste na osobni rast i izgradnju zajednice. Stoga apostol, kad potiče Timoteja da po Duhu Svetom čuva lijepi poklad, potim ne misli na milost koju je Timotej primio polaganjem ruku, već na sveukupnost radosne vijesti i na dar propovijedanja. Pastir može biti u iskušenju da zanemari i ne koristi te svoje darove, ili zbog želje za svjetskom slavom, ili zbog prezira koji može biti pogođen, ili zbog bijesa i pritiska drugih. Nešto je slično bilo obeshrabrujuće Timoteju u izvršavanju njegova poslanja, što je potaklo Pavla da ga podsjeti: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidite se stoga svjedočanstva za Gospodina. Nadalje, pasti treba paziti na sebe kako se ne bi zarazio krivim naukom. Uvijek je bilo i bit će krivovjerja kako bi se mogli očitovati vjernici, službenici Božji. To je bio razlog Pavlova savjeta starješinama crkve u Efezu kad im piše: pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima da pasete crkvu Božju koju steče krvlju svojom. Upravo su pastiri pozvani na veći oprez od drugih, jer krivovjere pastira može postati razlogom većeg širenja zabluda među vjernicima i propasti mnoštva svetih duša. Pastir treba ovladati svojom naravi i strastima da njime ne upravljaju. Neki od Kristovih učenika bili su vrlo gorljivi i nagli. Htjeli su da oganj siđe s neba i proguta one koji su ih razgnjevili, zašto ih je Gospodin prekorio, jer su time očitovali da ne razumiju prirodu njegova poslanja. Samo onaj tko ima vlast na svojim strastima sposoban je služiti i upravljati crkvom Božijom, narodom koji mu je povjeren. Nadalje, pastir treba voditi brigu o načinu na koji živi i govori, kako bi bio uzor onima koji su pod njegovom brigom. Pavao upozorava Timoteja da bude uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri i u čistoći. Na to je i sam apostol Pavao pozivao u odnosu na sebe i na svoju službu. Krotio je i zarobljavao svoje tijelo
da sam ne bi bio isključen pošto je drugima propovijedao. Na koncu, ali najvažnije, pastir treba voditi brigu o Božijem narodu koji mu je povjeren. Postoji uzajamni odnos, blisko zajedništvo između pastira i crkve. One su u nekom smislu jedno, njihovi interesi se podudaraju, tako da pastir pazeći na sebe, pazi na svoje stado i pazeći na svoje stado, pazi na sebe. Stoga je ovo dvoje spojeno u navedenom Pavlovu savjetu starješinama crkve u Efezu. Dragi brate u Kristu, dar biskupstva koji ćeš primiti polaganjem ruku, neopoziv je dar. Ono o čemu smo kao pastiri pozvani voditi brigu jest da nam život bude u suglasju s primljenim darovima i da sve svoje naravne sposobnosti uložimo u taj sklad. Bog ti je dao duha snage, ljubavi, razbora i iskustva da unatoč zahtjevnosti službe ne gubiš srdačnost, svjestan kome si povjerovao. Oluja će i nevolja koje prijete vjernima biti, ali neka u tvojoj blizini i u tvojim riječima uvijek nalaze utjehu i ispravan sud. Hrani vjerne znanjem i razumijevanjem, potiči ih na zdrav ponos i svijest od vlastitim korijenima i običajima, na ljubav, gostoprimstvo, poštivanje prema svima. Jačaj i štiti slabe, liječi bolesne, podiži slomljene, traži i vraćaj izgubljene. U tom neka bude tvoja slava i tvoj ponos tvoje službe. Drugi dio Pavlova poticaja Timoteju odnosi se na naučavanje koje iznosi, koje je primio, o kojem ima znanje i trebao bi ga propovijedati drugim ljudima. Krist je za sebe rekao da njegov nauk nije njegov, već da dolazi od Oca koji ga je poslao. Nauk koji posvećeni službenik crkve propovijeda u istom je smislu njemu predan i na korist je drugima, ako je u skladu s objavljenom i predanom Božijom riječju. Upravo u poniranju u riječi Svetoga pisma, u zajedništvu s općom crkvom i apostolskom stolicom leži snaga naše biskupske službe i sigurnost u našem služenju. No, da nas ta sigurnost ne bi učinila odveć pasivnima, neangažiranima, potrebno je osluškivati vjeru naroda. Prema riječima koje je Papa Franjo uputio sudionicima nedavno zaključene sinode, kad želiš znati što Sveta Majka Crkva želi reći, čitaj učiteljstvo. Ali ako želiš promišljati o tome kako crkva vjeruje, obrati se narodu. Dragi brate u Kristu, istog doticaja sa živom pukom koji ti je povjeren, proizlazi životnost i tvoga propovijedanja, jer kako Papa ističe, stvarnost je važnija od ideje. A Krist raspeti, koga propovijedamo, nije ideja. Njegove rane su stvarne i krvave na tijelu crkve u svakom vremenu i na svakom mjestu. Rane svake mjesne crkve najbolje bi trebao poznavati njezin pastir, upravo u ovom kontekstu paziti da se stvarnost koju živite ne prikrije diktaturom relativizma, praznom retorikom, ciljevima koji su više idejni nego stvari, raznim fundamentalizmima, etikom lišenom dobrote i intelektualnim raspravama lišenih mudrosti i razuma. Treći dio Pavla u poticaja Timoteju je da ustraje u brizi na sebi i na poučavanju. Onaj dakle koji je pozvan drugima navještati evanđelje treba s vjerom proučavati sveta pisma i obdržavati ih te ustrajati u predavnu nauku kada mu većina može biti i protivna. O istini se ne smije suditi po broju njezinih nasljedovatelja. Bog je, govori nam evanđelje, Bogu je drago sakriti od tajstva kraljevstva od mudrih i umnih i objaviti ih malenima.
kao i ludošću propovjedanja, izluditi mudro svijeta i spasiti one koji vjeruju. Zato valja pripaziti, unatoč prigovorima mudrih i umnih, po tijelu postoje stvarnosti koje oko ljudsko nije vidjelo ni uho čulo, koje se ne mogu shvatiti samo razumom, već vjerom čista srca. Ustrajnost u vjernosti Evanđelja ponekad traži da napustimo svoje sigurne luke, zonu komfora, riskiramo zasluge i ugled, svoju izvanjsku reputaciju i očekivanja mudraca ovoga svijeta. Ali valja se sjetiti Isusovih riječi. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. U tome nam je i blaženi Alojzije Stepinac ostavio svijetli primjer vjerna pastira. I na kraju Pavao obrazlaže ove poticaje svetom Timoteju. Prvo što veli je, jer to vršeći spasit ćeš sebe. Isus Krist je jedini izvor spasenja. Nema spasenja ni u jednom drugom, ne postoji ni jedno drugo ime pod nebom dano ljudima po kojemu se možemo spasiti. Pastiri se ne mogu spasiti nikakvim dijelima pravednosti koji su učinili ni službom koju vrše, ali pazeći na sebe i na naučavanje koje prenose kao beskorisne sluge, čine što su dužni činiti, svjesni da će samo tako čuti one gospodinove riječi. Valjaš, slugo, dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga. Osim toga, tako čineći, spašavaju i one koji slušaju. To jest, darujući primjer i riječi i svakodnevnim obraćenjem postaju sredstvom njihova očuvanja od pogrešnih načela i od nemoralnih praksi, vode njihove duše spasenju. Što nas može snažnije potaknuti da pazimo na sebe i na primjer koji dajemo od ovoga, da možemo poslužiti obraćenju, pa tako i spasenju dragocjenih i besmrtnih duša koje su vrijednije od svega. Jedino to može biti razlog naše potpune radosti u vječnosti. Polog vjere je ono što smo primili od naših predaka i što moramo predati našim nasljednicima. Sveti Vinko Lerinški lijepo kaže da je polog ono što ti je predano. Nije ono što si izmislio, to je ono što si primio. Nije ono što si smislio, nije to stvar pameti, nego nauka. Nije to privatna pretpostavka, nego javna predaja. Stvar koja ti je dana, a ne uzeta od tebe, koje nisi vlasnik, nego čuvar, nego vođa, ne vođa, nego sljedbenik. Čuvaj poklon, sačuvaj dar katoličke vjere sigurnim i nesmanjenim. Ono što ti je predano, neka ostane s tobom i tako predaj. Primio si zlato, predaj i zlato. Ukoliko crkva oslabi u našem vremenu, ako se moral uruši u ovom svijetu, ako vjera bude iskrivljena i oskvrnuta, ne trpimo samo mi, već i sve buduće generacije koje dolaze poslije nas. Moramo uvijek biti svjesni da nismo vlasnici, već čuvari i prenositelji blaga vjere. Ono što smo primili, dužni smo predati dalje. I ako ne predamo onako kako smo primili, odgovorni smo pred Bogom i pred ljudima. Vjerujem stoga, dragi brate, da ćeš ponajprije u svojim vjernicima naći razlog kako paziti na sama sebe i na službu koju si pozvan vršiti. Neka te, dragi Bog, prati u tvom životu kako bi mogao izvršiti ovu zadaću na koju nas potiče sveti Pavao. Amen. Kedves Ferenc testvérem, Krisztusban kedves testvérek, rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy a püspök szentelés alkalmából ma veletek lehetek. Napjainkban, mint ahogyan a történelem folyamán mindig is,
A pásztoroknak és a híveknek egyaránt az a feladatuk, hogy a hitet életben tartsák, és azt továbbadják a különböző nyelveken beszélő és szokásaikban sokszínű nemzedékeknek. Engedjétek meg, hogy erre a feladatra Szent Pál apostolnak, egyházmegyétek védőszentjének szavaival buzdítslak titeket. Vigyázz magadra és a tanításra. Légy álhatatos ezekben, mert ha ezt teszed, üdvözíted magadat is, meg azokat is, akik hallgatnak téged. Vigyázz magadra és a tanításra. Légy álhatatos ezekben. Krisztusban, kedves testvérem, a püspökség ajándéka, amelyben a kézrátétel által részesülni fogsz, visszavonhatatlan. Pásztorokként arra kaptunk meghívást, hogy gondoskodjunk arról, életünk a kapott ajándékokkal legyen összhangban, és minden képességünkkel ezt a harmóniát szolgáljuk. Püspöki szolgálatunk ereje és biztonsága éppen a Szentírásra való hagyatkozásban, valamint az egyetemes egyházzal és az apostoli szentszékkel való közösségben rejlik. Ám, hogy ez a biztonság ne tegyen bennünket túlságosan tétlenekké, közömbösökké, oda kell figyelnünk az emberek hitére. Az örömhír iránti hűségben való álhatatosság időnként megköveteli tőlünk, hogy elhagyjuk a biztonságot jelentő kikötőinket, komfortzónán kényelmét, és kockára tegyük eredményeinket és tekintélyünket, hírnevünket és a világ bölcseinek elvárásait. Jussanak eszünkbe Jézus szavai: aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét én értem, megtalálja azt. Ebben a vonatkozásban ragyogó példát adott számunkra boldog Alojzijesz Stepinac. Ha ezt teszed, üdvözíted magadat is, meg azokat is, akik hallgatnak téged. Eme buzdítások igazi háttere az a cél, hogy üdvözüljenek mindazok, akik hallgatják pásztorukat. Mi lehet az, ami erősebben tudná megérinteni a pásztorokat, hogy vigyázzanak magukra és az általuk nyújtott példára, mint annak lehetősége, hogy azok révén másokat megtérésre késztethetnek, és így a mindennél értékesebb és halhatatlan lelkek üdvösségét szolgálhatják. Hiszem ezért, kedves testvérem, hogy elsősorban saját híveidben fogod meglelni az okot, amiért vigyázni fogsz magadra és a szolgálatra, amelynek végzésére meghívást kaptál. Isten szent lelkét adta neked, hogy az erő, a szeretet, a körültekintés és a tapasztalat erejével a szolgálat igényessége ellenére se veszítsd el a lelkesedést, szem előtt tartva azt a tényt, hogy kiben hiszel. Viharok és híveket fenyegető nehézségek lesznek, de azok a te közeledben és a te szavaidban mindig találjanak vigaszra és helyes megítélésre. Tápláld híveidet tudással és megértéssel. Buzdítsd őket egészséges büszkeségre gyökereik, nyelvük és szokásaik megbecsülésében. Buzdítsd őket szeretetre, a vendégszeretet gyakorlására, mások tiszteletére. Erősítsd és védelmezd a gyengéket, gyógyítsd a betegeket, emeld fel az összetörteket. Kutasd fel, és vezesd vissza az elveszetteket. Legyen ebben dicsőséged és püspöki szolgálatod büszkesége.
Drevna uredba svetih otaca nalaže da onaj koji ima biti zaređen za biskupa bude pitan pred narodom o nakani čuvanja vjere i vršenja službe. Hoćeš li, drakle, predragi brate, milošću Duha Svetoga, sve do smrti vršiti službu što nam je od apostola povjerena i što ćemo joj sada polaganje ruku i tebi predati? Hoću. Hoćeš li vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje? Hoću. Hoćeš li poklad vjere, što je po predaji još od apostola uvijek i svugdje sačuvan u crkvi, čuvati čistim i cjelovitim? Hoću. Hoćeš li Kristovo tijelo, njegovu crkvu, graditi i trajno ostati u njegovu jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću nasljednika blaženog Petra apostola? Hoću. Hoćeš li vjerno iskazivati posluh nasljedniku blaženog Petra apostola? Hoću. Hoćeš li kao dobar otac brinuti za sveti Božji narod zajedno sa svojim suradnicima u službi prezbiterima i đakonima i upravljati ga na putu spasenja? Hoću. Hoćeš li radi imena Gospodinova biti ljubazan i milosrdan prema siromasima i tuđincima i prema svima koji oskudijevaju? Hoću. Hoćeš li kao dobar pastir tražiti zalutale ovce i ponovno ih dovoditi Gospodnjem ovčinjaku? Hoću. Hoćeš li se moliti bez prestanka svemogućem Bogu za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva? Hoću s Božjom pomoći. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši. Miután a jelölt letette az ígéreteket, most a teljes önátadás jeleként leborul a földre, közben a minden szentek litániáját énekeljük. A földön zarándokló egyház a szentek segítségét kéri, a megdicsőült egyház tagjait. Imádságos lélekkel kapcsolódjunk be a litánia éneklésébe, amelyet ősi kalocsai dallamon fogunk hallani magyar nyelven. Pomolimo se, predragi, da svemogući i milosrdni Bog izdašno izlije svoju milost na ovog izabranika na dobrobit crkve. Boruljum tirdre.
apostol. Szent András apostol. Szent Jakab apostol. Szent János apostol. Tamás apostol, Szent Fülöp apostol, Szent Bertalan apostol, Máté apostol, Szent Simon apostol, Szent Tádé apostol, Mátyás apostol, Szent Mária Magdolna, Szent István vértanú, Antiohiai Szent Ignác vértanú, Szent Lőrinc vértanú, Szent Perpétua és Felicitás vértanú asszonyok, Szent Ágnes vértanú, Távelics Szent Miklós áldozó pap, Boldog a Lajos püspök, Por Vilmos püspök, Szent Gergely pápa, Szent Ágoston püspök, Szent Atanász püspök, Szent Vazul püspök, Szent Márton püspök, Szent Cirill és Metód, Szent Benedek, Szent Ferenc és Domonkos, Szavéri Szent Ferenc,
Szent Katalin. Avilai Szent Teréz. Árpádházi Szent Erzsébet. Testesülésed által. Menj, Uram, minket. Halálod és feltámadásod által. Menj, Uram, minket. Szent lelked kiáradása által. Házadat kormányozni és megerősíteni méltóztassál. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál. Hogy kiválasztottadat megáldani méltóztassál. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy kiválasztottadat megáldani és megszentelni méltóztassál. Hogy kiválasztottadat megáldani, megszentelni és felszentelni, méltóztassál. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a világ minden népének békességet és igaz egyetértést adni, méltóztassál. Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézus az élő Isten fia.
minket. Krisztus hordoz minket. Krisztus hallgass meg minket. Krisztus hallgass meg minket. Ez a könyv is után lesz egy rövid komment. Milostiv budi gospodine našim prošnjama. Izli na ovoga svoga slugu s ponenom svećeničke milosti silu svoga blagoslova po Kristu gospodinu našemu. Álljatok fel! Miután segítségül hívtuk a mennyei karokat, következik a püspök szentelés szertartásának lényegi része, amely két részből áll. Az első rész a kézzátétel, a második rész pedig a felszentelő imádság. A kézzátétel alkalmával először a főszentelő püspök, majd a társszentelő püspökök helyezik a szentelendő fejére a kezüket, majd az összes jelenlévő püspök ugyanígy fog tenni. Most következik a püspök szentelés szertartásának második lényeges része, a felszentelő imádság. A felszentelő imádság alatt a két segédkező pap az evangéliumos könyvet tartja a püspök feje fölé, mint egy jelezve a Szentlélek Úristen leszállását. Bože,
Ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, Istenünk, nagyirgalmú Atyánk és minden vigasztalás Istene, Te mennyei székhelyedről kegyes szemmel nézed alázatos népedet, és ismeretes előtted minden, mielőtt létrejött volna. Te törvényt alkottál egyházadban jóságos igéd által, és kiválasztottad az igazak nemzetségét Ábrahámtól kezdve, majd előjárókat és papokat állítva, nem hagytad szentélyedet szolgálat nélkül, mert abban leled kedvedet a világ kezdete óta, hogy választottaid áldjanak téged. Most tehát áraszt e kiválasztottadra azt az erőt, amely tőled származik, a vezetés szent lelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne. Te jól ismered a szíveket, Atyánk, e szolgálat Te választottad ki a püspöki tisztségre. Add meg neki, hogy pásztorként vezesse szent nyájadat, és fedhetetlen főpapként ténkedjék színed előtt, éjjel-nappal szolgálva téged, hogy fölségedet lankadatlanul engesztelje bűneink miatt, és oltárodra adományokat hozzon szent egyházad nevében. Add, hogy a Szentlélek ereje által a bűnök bocsánatára főpapi hatalma legyen, amint ezt meghagytad, hogy a tisztségeket kiossza szent akaratod szerint, és minden köteléket oldjon, amint erre apostolaidnak hatalmat adtál. Nagy szelítséggel és tiszta szívvel keresse nevedet, és jó illatú áldozatot mutasson be néked, fiad Jézus Krisztus által, mert szent egyházadban, ő általa tiéd a dicsőség, a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt, most és mindörökkön örökké. Amen. Most következik a püspök szentelés szertartását megvilágosító szertartások rendje, a fej megkenése, az evangéliumos könyv átadása, a gyűrű átadása, a mitra átadása és a pásztorbot átadása. Ettől a perctől a Szabadkai Egyházmegyének van új püspöke. Bog koji te učinio dionikom Kristova vrhovnog svećeništva, izlio na te otajstvenu pomost i dao da donosiš rod duhovnog blagoslova. Primi evanđelje i propovjedaj riječ Božju sa svom strpljivošću i poukom. Primi prsten, znak vjere, neokrenjeno štiti Božju zaručnicu, svetu crkvu, neustrašivom vjerom urešen.
Primi mitru i neka u tebi blista sjaj svetosti, kad se pojavi prvak pastira, mogneš primiti noveli vijenac slave. Primi štap, znak pastirske službe i pazi na svekoliko stado u kojem te Duh Sveti postavi za biskupa da ravnaš Božjom crkvom. Miután az egyházmegye püspökét felszentelték, megkapta a püspöki jelvényeket, most következik a Szabadkai Egyházmegye új megyés püspökének beiktatása. A szentelek püspökök a katedrához vezetik őt, helyet foglal, és ezzel a szabadkai szék, pásztori szék ismét metelt. Van az egyházmegyének püspöke. Ezt követi a jelenlévő püspökök békecsókja. Ez nem gratuláció lesz, hanem valójában a püspökök testületébe fogadják be, hiszen azzal, hogy püspökké szentelték, a püspökök testületének tagjává vált Ferenc püspök is. Testamentum sum confirmavit super caput eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Püspökszentelés szertartásai ezzel véget értek. A Szentmise
az eukarisztia liturgiájával folytatódik, amelyet már az egyházmegye ugyanúgy felszentelt püspöke vesz át, amelynek vezetését az egyházmegye ugyanúgy felszentelt püspöke fogja vezetni. Ahogy a kórus énekli, íme a főpap, aki életének napjaiban tetszésére volt az Úrnak. A szentmise mostantól a megszokott rendben folytatódik. Az adományok előkészítése zajlik. Az imént láthattuk, hogy magyar, horvát, szlovák és német népviseletbe öltözött fiatalok a püspök úrhoz vitték az átváltoztatásra szánt kenyeret, bort és vizet. Ezzel mintegy az egész világ mindenséget, az embert és az emberi munka gyümölcsét is bevonva a liturgikus ünneplésbe.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked a dicséret áldozatát, hogy szolgálatunkat egyre tökéletesebben végezhessük, te minket, méltatlanokat, nagy kegyelmedben részesítettél, segíts meg jóságosan, hogy ajándékaidhoz mindig méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te egyszülöttedet, szent lelkeddel, az új és örök szövetség főpapjává fölkented, így csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsággá tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak. A világ megváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, és fiadnak készítsék el a husvéti lakomát. Szent néped között a szeretetben élen járjanak, az igével táplálják és erősítsék a szentségek által. Ők életüket neked és testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljék, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned és szeretnek téged. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Sanctus, Sanctus,
Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis, a te condita creatura, via per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut hec munera, tue tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cui mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepint panem et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posvam cenatum est accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit deditque discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calis sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memores igitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur spiritus eius sancto repleti unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom,
s blaženim apostolima Tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri i ljubavi sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Franjom, te koji je danas zaređen za pastira crkve Subotičke sa zborom biskupa, sveukupnim klerom i narodom, što si ga sebi stekao. Teli je šišt, kad je šen hazodni pekiri šeit i sen teokort od hoćine deli ajung, jušak u šoćang, Vond magad hoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sorores et fratres, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Otče náš, hoj jessi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, ako nam je tako i na zemlji, kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne povedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Prosime ča, Panje, zbav naš višetkeho zla, uđelji svoj pokoj našim dnjom, a priđ nam milosrdnje na pomoc, aby sme boli vždy uhranjeni pred hriehom a pred každým nepokojom, kým očekávame blaženu nádej a príchod našho spasiteľeva Ježiša Krista. Der Herr hat zu seinem Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjújul az Thank you.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, mutasd meg rajtunk irgalmasságot, gyógyító erejét, jóságodban tégy minket tökéletessé, és segíts meg, hogy mindenben tetszésedre lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Most a Szentmise befejező szertartásában először az újonnan felszentelt püspököt köszöntik Monsignor Rock, John Lesay, Bári érsek, a Szent Cyril és Metód Nemzetközi Püspökkari Konferencia alelnöke a jelenlévő püspökök nevében horváth nyelven, majd főtisztendő Pósa László a papság nevében magyarul, és utána a hívek nevében is köszöntik magyarul és horváth nyelven. Pastirskoj službi pozvanje biti ne samo onaj koji vrši trostruku pastirsku službu naučavanja, posvećivanja i upravljanja, već i dobri otac. Svugdje budi prvi i svima budi sve. Neka ti Isus bude prvi i sve u svemu. Evo, obred ređenja i ustoličenja samo što se završio veoma svećano i lijepo. Vi ste polaganjem ruku i svetim pomazanjem spremno preuzeli dužnost koju vam je Sveta Stolica odredila. Dragi biskupe, znajte da u ovoj svetoj dužnosti niste sami. Imate svoje svećenike, redovnike i redovnice, kao i vjerni Božji puk. Imate i nas biskupe, a s nama je i on koji nam je postao put, istina i život, i koji nam govori, ne bojte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. U ime Međunarodne biskupske konferencije Svetog Cirila i Metoda, u ime predsjednika, čestitam što ste prihvatili kao biskup služiti Bogu, crkvi i narodu u ovoj subotičkoj biskupiji. Vaš pastirski rad i služenje preporučujemo zagovoru i pomoći Blažene Djevice Marije i Svete Terezije Avinske, zaštitnice ove katedrale. I izričem vam srdačnu dobrodošlicu u zboru naše Međunarodne biskupske konferencije Svetog Cirila i Metoda sa željom da u zajedništvu ostvarujemo ono što u ovom vremenu Gospodin od nas očekuje. Zato računajte s našom molitvom u kojoj želimo trajno biti povezani s našom spremnom suradnjom i svakom drugom bratskom i prijateljskom potporom. Molimo da vam Gospodin udjeli potrebnu mudrost, snagu i strpljivost u vođenju Božjeg naroda Subotičke biskupije. Gospodin koji vas je odabrao u časnu službu episkopata, neka vas i vašu biskupiju blagoslovi i neka vas čuva. Živjeli i čestitam. Kedves Ferenc püspök atyánk, drága paptestvérünk, a papok, a szerzetesek, szerzetes nővérek nevében gratulálok most neked püspökké szentelésedhez, a magam nevében pedig kifejezem az e fölötti való örömömet. Azért beszélek mindjárt örömről, mert éppen ezt éreztem a szívemben, amikor október 7-én a déli órában a nuncius úr kihirdette, hogy Ferenc pápa téged választott ki egyházmegyénk főpásztorává. Ahogy akkor ott végignéztem a nagy létszámban megjelent paptestvéreinken, eszembe jutottak a másodtörvénykönyvből Mózesnek a néphez intézett szavai. Prófétát támasz neked az Úr, a te Istened, a te saját nemzetségedből, s a te testvéreid közül, úgy, mint engem, arra hallgass. Maga az Úr mondta nekem,
prófétát támasztok majd nekik a testvéreik közül, hozzád hasonlót, és annak a szájába adom szavaimat, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok nekik. Ezek az igék keltették fel bennem annak az örömét, hogy téged is, a te saját nemzetségedből, a te paptestvéreid közül választott ki az Úristen püspöknek, téged támasztott prófétának közülük, és a szádba adja majd a szavait, hogy elmondjad nekünk, amit majd ő parancsol. Ugyanakkor megboldogult édesanyád örömére is gondoltam, aki egész biztosan odafönt az égi boldogok társaságában újongott szeretett fiának apostoli utóddá szentelése miatt. 1986-ban kezdtem plébánosi szolgálatomat a te szülővárosodban és a te keresztelésed plébániáján. Az első szentmisémet ott akkor, május 1-én a te családi házad közelében lévő Szent Józsefről elnevezett kis templomban a vikárián mondtam. Utána édesanyád meghívott a ti családi házatokba, és elmondta, hogy életének legnagyobb öröme az, hogy te pap lettél. A rákövetkező évtizedekben, főleg az utóbbi néhány évben, amikor betegségében közeledett az örök hazafelé, és havi rendszerességgel igényelte tőlem a szent útravalót, az örök élet kenyerét, mindig, de mindig kifejezte az örömét a te papságod miatt. Ez az emlék indít arra, hogy most bizonyossággal utaljak az ő égi újongására, ami ott fönt, ebben az órában egész biztosan eltölti. Még arra is intézek indítást, hogy megosszam veled azt a szép örömöt, ami felragyogott a gyermekkori kis templomot a vikária híveinek arcán, amikor október 8-án vasárnap közzé tettem a jó hírt. Körükben nőttél fel. Ők a te nemzetséged. Ő közülük is támasztott téged prófétának, választott püspöknek az Úr. Mindez csak gratulációval koronázhatom meg. Kifejezem minden elismerésemet a püspöki tisztség elnyeréséhez, amit Pál apostol derék munkának nevez. Görögül kalon ergon, latinul bonum opus. Est opus negotium, non otium. Jó kívánságom pedig legyen az, amit Pál apostol írt Timóteusnak, Efezus első püspökének. Légy a példaképe a híveknek beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Fordíts gondot az írás felolvasására, az intésre és a tanításra. Ezekre a dolgokra legyen gondod, ezeknek szenteld magad, hogy haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. És szálljon rád Áron főpapnak is az áldása, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békét neked. Szeretetünk jeleként, mivel te lettél most az új főpásztorunk, és hálánk jelül, hogy elfogadtad ezt a derék munkát, átadok neked egy gyönyörű kelyhet, áldoztató kelyhet, ami hordozza majd továbbra is a te kezeidben a mi szeretetünket és hálánkat.
preuzvišeni oče biskupe Ferenc, Crkva Subotička vas radosno dočekuje u ovom trenutku kad započinjete novi korak u vašem osobnom životu i životu naše biskupije. Radujemo se što ste postali naš pastir u vremenu koje je ispunjeno brojnim nedaćama i izazovima. Kao nasljednika apostola, biskupe Ferenc, molimo za vaše zauzeto djelovanje i brigu za povjerenu vam zajednicu vjernika. Svjesni smo da biti kršćanin znači veću odgovornost, ali i zauzetost nas vjernika za Kristovu crkvu. Želimo se još više učvrstiti u nadi, ljubavi i zajedništvu, kako bi ova zajednica svjedočila za Krista u raznolikosti darova i poslanja. Preuzvišeni oče biskupe, u ime vjernika laika Subotičke biskupije izričemo vam našu otvorenost, blizinu i potrebu da nas vodite, ohrabrujete i podupirete u našim nastojanjima da živimo evanđelje u izazovima ovog svijeta. Mi vjernici laici stavljamo vam se na raspolaganje za sve pastoralne i druge aktivnosti kako u našim župama, tako i na biskupijskoj razini. Kao što su nama roditeljima djeca izvor velike radosti, neka i vas skrb za nas vjernike uvijek ispunja radošću. U svojoj ćete službi po biskupskom autoritetu donositi mnoge važne odluke. Neka vam u tome uvijek svjetionik bude Isus Krist, koji je put, istina i život. Neka vas nebeski Otac obdari svakim blagoslovom u vašoj biskupskoj službi. Pratimo vas na tom putu našim molitvama. Čestitamo. Tisztelendő püspök úr, a Szabadkai Egyházmegye hívőközössége nevében üdvözöljük a püspöki küldetésének megkezdésekor. Örömmel tölti el szívünket az a tény, hogy épp ön lett kiválasztva a mi főpásztorunknak. Tudjuk, hogy váratlanul érte a kinevezés, de biztosak vagyunk benne, hogy igenis helyt áll majd, hiszen minden megbízatást eddig örömmel vett, Isten akarataként fogadta, és ez szerint próbált élni. Ez alkalommal szeretnénk kifejezni vágyunkat, hogy ön vezessen, bátorítson és támogasson bennünket, hogy az evangélium szavait követve éljük mindennapi életünket. Kérjük, hogy atyai szeretettel foglaljon bennünket imáiba, és a hívekről való gondoskodás töltse el örömmel mindig. Mi hívek, szintén imádkozunk önért, hogy sokáig vezessen az igaz élet útján. Munkássága során legyen mindig Krisztus a támasza, aki maga az út, az igazság és az élet. Szívből gratulálunk! Köszöntötték,
most az új püspök a Te Deum éneklése közben a Székesegyházon végigvonul, első püspöki áldását adja a népre. Mondhatjuk, hogy ez az új főpásztor első találkozása a Szabadkai Egyházmegye híveivel, a társszentelő püspök vezetik őt, közben áldást ad a híveknek. Ezután visszatérve a katedrához, négy nyelven mond köszönetet, majd a szentmise záró áldásával a püspök szentelési szentmise véget ér.
Preuzvišeni nadbiskupi, biskupi, prečasna braćo svećenici, drage časne sestre, braćo redovnici, cijenjeni gosti, prijatelji, drage moje sestre i braćo moja u Kristu. Nagy méltóságú érsek és püspökatyák, fűtisztelendő paptestvéreim, kedves szerzetes nővérek, szerzetes testvérek, tisztelt barátok, tisztelt vendégek, Krisztusban kedves testvéreim. Chvála i sláva drágom Bogu, koji me uvijek svojom ljubavju pratio kroz cijeli moj život. Hvala mu za život, za milost vjere i što je svog nevrijednog slugu pozvao za svog suradnika. Hvala mojim dragim roditeljima koji su me podigli, odgojili u kršćanskoj vjeri. Oni su već prešli s ovoga svijeta i duboko se nadam da su u kraljestvu nebeskom. Hvala svima koji su mi na bilo koji način pomogli na mom životnom putu i u mojoj svećeničkoj službi. Hvala našem dragom svetom ocu, papi Franji, na njegovom povjerenju što me imenovao za subotičkog biskupa. Dragi Bog, neka nam očuva u zdravlju. Hvala preuzvišenom nadbiskupu Zagrebačkom, metropolitu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, monsignoru Draženu Kutleši, što je među prvima čestitao mi i izrazio svoju dobru želju, kao i to da me danas zaredio za biskupa. U Zagrebu na Bogoslovnom fakultetu sam zaista imao izvrsne profesore i odgojitelje koji su u mnogo čemu pomogli u rastu naše kršćanske vjere kao i u oblikovanju mog svećeničkog poziva. Köszönöm monsignor dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa kecskeméti érseknek, metropolitának, hogy készségesen vállalta a társszentelési szolgálatot. A kalocsai főegyházmegyéhez több évszázados hagyomány fűz bennünket. Sohasem tudom elfelejteni, hogy amikor az idén Budapesten jártam a Szent Atya látogatása alkalmával, ő szeretettel fölkarolt és elbeszélgetett velem. Hvala preuzvišenom biskupu, sisačkom monsignoru Vladi Košiću, današnjem sureditelju, s kojim smo zajedno bili u Zagrebačkom bogoslovnom sjemeništu, što više bili smo zajedno i sa kristani u sjemeništnoj kapelici. On je nama, bogoslovima, uvijek bio primjer. Grazie a sua eccellenza, monsignor Santo Rocco Gangemi, per il suo impegno riguardo alla nomina del nuovo vescovo di Subotica. Lei è stato sempre con noi quando non avevamo vescovo, ha pregato con noi nel giorno della Pasqua, così come nella festa del nostro patrono diocesano San Paolo Apostolo. Köszönöm a jelenlevő érsek és püspökatyáknak a köszöntőit, a támogatásukat. Velünk vannak itt az oltár körül, hvala našim nadbiskupima i biskupima, na čestitkama
i za njihovu podršku, a ovdje su s nama, ovdje su s nama prisutni oko oltara. Monsignor dr. Tomo Vukšić, vrhobosanski nadbiskup i metropolit i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Monsignor dr. Đuro Hranić, đakovački osječki nadbiskup i metropolit, njemu posebice hvala što naše bogoslove velikodušno prima u svoje sjemenište. Monsignor Mate Uzinić, riječki nadbiskup i metropolit. Monsignor Zdenko Križić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit. Monsignor Udvardi Djörd, Vesprimi Iršak. Monsignor Đuro Gašparović, srijemski biskup. Monsignor Fabian Svalina, srijemski biskup koadjutor. Monsignor Kišri Golaslu, Szeged-Csanádi megyésbüspök, neki is külön köszönet, hogy készségesen elfogadja papnövendékeinket a Szegedi Szent Gellért szemináriumba. Monsignora Giuru Giugiara, eparchiski biskup, eparchie Svetog Nikolaja Ruski Krstu. Monsignor dr. Kiro Stojanov, eparchijski biskup eparhije Uznesenja Blažene Djevice Marije, Strumica i skopski biskup. Monsignor Bečka i Laslu, Nagyvárodi megyéspüspök. Monsignor Ivica Petanja, krčki biskup. Monsignor Socska Ábel, nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök. Monsignor Tomislav Rogić, šibenski biskup. Monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup. Monsignor dr. Petar Palić, mostarski duvanski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski. Monsignor Milan Stipić, eparhijski biskup Križevački. Monsignor Ivan Štironja, porečki i pulski biskup. Monsignor Felföldi László, pécsi megyéspüspök. Monsignor Rokko Glasnović, dubrovački biskup. Monsignor dr. Varga Lajos, váci segédpüspök. Monsignor Ivan Čurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki. Monsignor Ilija Janjić, umirovljeni kotorski biskup. Hvala monsignoru Rocku John Lešaju, barskom nadbiskupu i apostolskom upravitelju Kotorske biskupije za njegov pozdravni govor i na njegovim lijepim riječima koje je uputio ime biskupa. Hvala i monsignoru Dode u Đerđiju, prizrenskom prištinskom biskupu i njegovim svećenicima iz Kosova za njihovu podršku. Faleminderit per visiten tuaj, per beštetjen tuaj. Hvala upokojenemu naškofu monsignoru Stanislava Hočevarja, ki je prišel k nam iz Slovenije i nam stal ob strani, koji je moj prijatelj monsignor Slavko Večerin zbolel. Posebice hvala Hrvatskoj biskupskoj konferenciji za njezin velikodušni dar našoj biskupiji. Hvala vama, oci nadbiskupi i biskupi, što nas uvijek ljubazno primite i s velikom pozornošću sve nas pratite. Hvala na vašim poklonima. Također pozdravljam i naše kardinale, sve nadbiskupe i biskupe koji zbog bolesti, starosti ili zbog raznih obaveza nisu mogli doći na današnje ređenje. Kegyelmes püspök atyák,
Érsekatyák, köszönöm, hogy nagy szeretettel és figyelemmel kísértek bennünket, szeretettel fogadnak minket és segítenek rajtunk. Köszönjük az ajándékaikat, és egyben köszöntöm a bíboros urakat, azokat az érseket és püspökatyákat, akik időskoruk vagy elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni erre a szentelésre. Tu su nam prisutni tajnici nunciature kai biskupski konferencia, jelen vannak a nunciatúra, valamint a püspökkari konferenciák titkára is. Többek között Monsignor Simon Bolivar, Sanchez Carion, Savjetnik apostolske nunciature u Beogradu, Monsignor Dr. Krunoslav Novak, generálni tajnik Hrvatske biskupske konferencie, Monsignor Dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, Monsignor Robert Pasik, generálni tajnik Međunarodne biskupske konferencie, Svetog Čirila i Metoda i generálni vikár Beogradske nadbiskupije. Úgy szintén köszöntjük a püspökök megbízottjait, pozdravljamo delegáte biskupa, Monsignora Vladu Bogdana, generálnok vikára Bielovarsko-Križevačke biskupije, Monsignor Kis Róbertet, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynökét. Prečasnog Mišela Gregoriča, kancelára Gospičko-Szénszke biskupije. Köszönet az általános helynököknek, hvala i generálni vikárima, i svim pratiocima naših biskupa i nadbiskupa. Među njima ću nekoliko ih navesti. Köszöntöm az általános helynököket és mindazokat, akik elkísértik a püspök atyákat, többek között Monsignor Kovács József Szeged-Csanád egyházmegye általános helynökét, Monsignor Gyuris László Nagybecskerek egyházmegye általános helynökét, Monsignor Josip Ivesic, generálnok vikára, Sremske biskupije, Monsignora Mario Tomljanovića, generálnok vikára Riječke nadbiskupije. Pozdravljam i provinciale i a szerzetesi tartomány főnököket is szeretettel köszöntöm. Tako pozdravljam fra Milana Krista, provinciala Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Sveti Franjo je na ime moj nebeski zaštitnik i uvijek sam u njemu gledao uzora u spontanu ljubavi prema dragom Bogu, bližnjima i prema prirodi. Pozdravljam i oca Vinka Mamića, provincijala Hrvatske Karmelske provincije, Svetog oca Josipa. Karmelska duhovnost me stalno potiče da u molitvi uz razmatranju budem što dublje povezan s Gospodinom, kao što je to činila sveta mala Terezija. U Somboru u Karmelskom sam samostanu bio prošlog mjeseca na duhovnim vježbama. Pozdravljam i poglavarice i predstavnice redovničkih družbi, Szerzetesnő Virek elöljáróit köszöntöm, sestru Jakicu Vúco, vruhovnu glavaricu Kongregácie svetih Anđela Čuvara, sestára Dominikánki, Vicek Lívia, a mi asszonyunkról nevezett bácskai nővérek általános főnök nővérét, sestru Zrinku Šestak, vruhovnu glavaricu družbe sestára naše gospe, sestru Irenu Bajan, provincijalnu savjetnicu družbe Čeri Milosrđa trećeg samostanskog reda Svetog Franje, provincija Krista Kraja. Hvala svim svećenicima, redovnicama i redovnicima, sjemeništarcima, bogoslovima, njihovim profesorima,
za njihovo prisustvo na ovom euharisztiskom slávju. Megköszönöm paptestvéreimnek, szerzetes nővéreknek, szerzeteseknek, szeminaristáknak, papnövendékeknek, tanáraiknak jelenlétüket ezen a szent misén. Külön köszönöm Pósa László atyának, Óbecsei plébánosnak buzdító szavait. Sada želim pozdraviti predstavnike crkava i vjerskih zajednica. Szeretném köszönteni a testvéregyháza képviselőit, otca Vejka Vasiljeva, kao on je tu subotički namjesnik, delegat episkopa Bačkog Irineja Bulovića. Szeretettel köszöntöm az ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház jelenlevőit, Dolinszky Gábor püspök helyettest, valamint Dolinszky Áron lelkészt. Nagy szeretettel köszöntjük a református keresztény egyház püspökét, Harangozó Lászlót és Orosz Attila lelki pásztort. Pozdravjam doktora Branislava Kulika, župnika u Novom Sadu, predstavnika Jaroslava Javornika, biskupa Slovačke evangeličke crkve u Srbiji. Megköszönöm kedves híveimnek az imákat, a jelenlétüket, figyelmességüket, a sok kedvességet és az ajándékokat. Hvala svim vjernicima za molitve, za njihovu prisutnost, za ljubaznost i za sve darove i poklone. S dubokim poštovanjem pozdravljam članove diplomatskog kora, predstavnike državnih vlasti iz Republike Srbije, Hrvatske i Mađarske, ovdje prisutne članove pokrajinske vlasti, kao i gradonačelnike općina, njihove suradnike, predsjednike nacionalnih vijeća, kao i predstavnike kulturnog i javnog života. Hvala im na dobrim željama koji su izrazili u svojim čestitkama. Tisztelettel köszöntöm a diplomácia testület tagjait, valamint az állami, a tartományi, a községi tisztségviselőit, a társadalom, a közélet, valamint a nemzeti tanácsok itt megjelent vezetőit és tagjait. Egyben megköszönöm az ő jó kívánságaikat. Külön köszönettel vagyok közeli munkatársamnak, paptestvéreimnek, Mirko Stevkovics, Ivica Ivánkovics Radák, Koleszár József, Dražen Skenderovics, Józsa Gáspár, Paskó Csaba, Dragan Muhárem, Szakál József, Sejko Sipek, Sztyépán Beretics lelkiatyáknak, de mindegyiknek, aki hozzájárult a mai szenteléshez. Köszönöm a szentelésemen kísérő paptestvéreimnek, Tomislav Vojnics Mijátov és Sáfrány Dávid atyáknak. Nagy köszönet a püspökségen dolgozóknak, akik valamennyien áldozatkészen részt vettek az előkészületben, de azoknak is köszönet, akik bármilyen módon hozzájárultak a mai ünnep megtartásához. Veoma sam zahvalan našem katedralnom zboru, njegovom zborovođi, jer su se neumorno, revnosno pripremili za ovo euharistijsko slavje i za sinoćnu večernju, s time su učinili nezaboravnim ovaj dan. Hvala ministrantima, čitačima, poslužiteljima oko oltara, vjernicima, obučenim u narodnim nošnjama, za pozdravne govore od strane naših mladih bračnih parova,
Zahvaljujem također djelatnicima javnih medija, televizija, radija, koji su se sve dali od sebe za prijenos ove naše Euharistije. Moje drahe sestri, bratija ve Kristovi, višetkih vas srdečne pozdravujem, a džakujem, že ste dnes prišli do našej stoljovej baziliki. Nech vas višetkih drahi Bog naplnji nadjenjou a radošťou, nech vas sprevazca svojim požehnjanim. Ako dobri kresťanija, buďte svojima slovami a skutkami vždy radostnimi ohlasovateljim Christofo Evangelia. Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, ich grüße Sie herzlich. Sie bilden ja eine kleine Gemeinschaft in unserer Diözese, aber als Christen tragen Sie alle den großen Glauben und die fröhliche Hoffnung in eurem Herzen. Es gibt euch die Kraft, Schwierigkeiten zu ertragen. Möge das der Segen des guten Gottes euch begleiten und bei eurem christlichen Zeugnis ablegen helfen. Na koncu sve vas pozdravljam, svoju rodbinu, prijatelje, i pozdravljam sve drage uzvanike, kao i naše stare bolesne vjernike. Neka sve vas prati i štiti Božji blagoslov. S milošću Božjom i zagovorom blažen Djevice Marije, budite radosni, navjestite i Kristova nauka, noseći nadu svim ljudima. Vigin, köszöntöm kedves rokonaimat, jó barátaimat, a meghívott vendégeket, külön köszöntöm idős és beteg testvéreimet, hogy Isten áldásra kísérjen és óvjon mindannyiatokat, az Úr kegyelmével és a boldogságos Szűz Mária közbenjárásával legyetek derűs hirdetői Krisztus tanításának, vigyetek reményt minden emberhez. Gospodin s vama. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Amen.
augusztus ünnepélyes szentmise után, de arra kérem főtisztelendő dr. Kara Nándort, a liturgikus teológia doktorát, hogy mondja el nekünk, hogy miközben nézzük, hogyan vonul ki a papság, ugye, a televízió nézőknek ugyanebben van élményük, mondja el nekünk, hogy most ez a... mit is jelent, ki is ez a püspök? Nem az életrajzára vagyunk persze kíváncsiak, hanem egyáltalán ki a püspök? Természetesen. Valóban nehéz megszólalni, éppen ezért nem az én saját szavaimmal foglalnám össze, hogy ki a püspök, hanem magának az egyháznak a szavaival, a II. Vatikáni zsinat két dokumentumának segítségével. A püspököt nyája főpapjának kell tekinteni, akitől a Krisztusban hívők élete bizonyos módon származik és függ. Legyen mindenki meggyőződve róla, hogy az egyház a legkiválóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, mindenekelőtt az eukarisztia ünneplésében, az egységes imádságban, az egyetlen oltár körül, melynél a közösség élén ott áll a papságtól és segédkezőjétől körülvett püspök. És még egy gondolat, ami talán kiegészíti mindazt, amit láttunk és hallottunk. A püspök, akit a családatya küldött háza népe kormányzására, tartsa szem előtt a jó pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja juhokért. Az emberek közül vétetvén és körülvéve gyöngeséggel, megértő és könyörületes tud lenni a tudatlanok és tévegők iránt. Alárendeltjeit, akiket mint igazi fiait támogat, és a szerény együttműködésre buzdít, hallgassa meg, mivel lelkükről számot kell adnia Istennek, imádsággal, ige hirdetéssel és a szeretet sokféle megnyilatkozásával viseljen gondot rájuk, sőt azokra is, akik nem az egynyájból valók. Tudnia kell, hogy ezeket is rábízta az Úr, mivel ő is, miként Pál apostol, mindenkinek adósa, legyen kész mindenkinek hirdetni az evangéliumot, és híveit apostoli és missziós tevékenységre buzdítani. Köszönjük szépen, de hadd mondom el kedves nézőinknek, illetve a rádióhallgatóknak, hogy még egy-két szót beszélgetünk, mert hogy lehetett látni például az új püspöki címert, mert ugye minden püspök válasz magának jelmondatot, illetve püspöki címert. Miről árulkodik Monsignor Fazekas Ferenc új szabadkai egyházmegyei püspöknek a címere? Valójában minden püspöknek a címere valamilyen szinten összefoglalja az ő személyiségét, illetve azt, hogy amit az egyház elvár tőle, mint püspöktől, azt ő milyen módon tudja, akarja megvalósítani. Ugye a címernek a különböző elemeit, hogyha megnézzük, egyrészt látjuk a hasonlatosságot Szabadka város címerével, látjuk a hasonlatosságot a Szabadkai Egyházmegye címerével, ezzel jelezve azt, hogy Szabadka városához tartozik, az egyházmegyéhez tartozik, de ami igazán, és persze a hadbojtú sapka, amely püspöki méltóságot jelzi, ezen túl, ami igazán fontos, az a három mezőben lévő jelkép. A kék mezőben az oltári szentség, amely, ahogy az egyház tanítja, az egyház életének csúcsa és forrása. Tehát nyilván Ferenc püspök atya az eukarisztiát, annak ünneplését, ahogy mondta egyik interjújában, mindig is fontosnak tartotta. Tehát valószínűleg az eukarisztia ünneplését, az eukarisztia imádását püspöki szolgálatában fontosnak fogja tartani. A piros mezőben a hétágú csillag, a boldogságos szűznek a jelképe, a tengernek csillaga. Az egyházatják a régi időkben egy hajóhoz hasonlították, amelynek a kormányosa a kormánylapátnál a püspök. Viharos időket élünk, amikor
a csillagokra tudunk tekinteni, mint ahogy régen is tették a hajósok. A mi vezérlő csillagunk nem más, mint a boldogságos Szűz Mária, akire az egyház azt tanítja, hogy ő maga a keresztény ember példaképe. Úgy kell élnünk, mint ahogy Mária. Valójában ez a püspök úr egyik legfőbb üzenete. A zöld mezőben lévő könyv a Szentírás, hiszen püspök atyának az életében fontos szerepet játszik a Szentírás tudomány. Évről évre járt konferenciákra Szegedre, illetve benne a Pax et Bonum, béke és áldás felirat, amely ugye Szent Ferencnek, az ő védőszentjének a jelmondata. Tehát a Szentírás, amelynek az őrzője és hiteles, mondhatjuk úgy, hogy tolmácsolója a püspök, fontosnak fogja tartani valószínűleg a hitletéteménynek a helyes átadását. És végül ott van a jelmondat, spe gaudentes, az örömben legyetek, a reményben legyetek örvendezők. Ugye ez a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 12. sorából származik. A teljes mondat így hangzik: a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban kitartóak. Azt hiszem, hogy Ferenc püspök atya egész eddigi papi életében e szerint, a jelmondat szerint élt, és én gondolom azt, hogy a püspökségét is, püspöki szolgálatát is ugyanez a mindig mosolygó, a hívekhez közel álló pásztor képe és szerepe fogja jellemezni. Ami még talán jellemző, mi erről ugyan beszéltünk a rádió, illetve a tévéműsorban is, hogy a hétágú csillag tulajdonképpen a hét szentséget jelképezi, Szűz Mária mindenképpen, illetve a kereszt, amely a címernek a felső részén található, ez a Székesegyháznak a keresztjét formázza, és öt piros gyöngyszem található benne, ezek pedig ugye Jézus öt. Igen, és ugye fontos azt megemlíteni, hogy ez egy körmeneti kereszt. Tehát a püspök, mint a nyájának a pásztora, nem a nyáj mögött megy, hanem a nyáj előtt, a nyájat vezeti. Nem a saját maga nevében, hanem Krisztus keresztjének a jelével, hogy itt a kereszt, erre gyertek, utánam, engem kövessetek. Nagyon sok mindent elárul a jövendőbeli tevékenységéről a Ferenc püspök úrnak ez a címer, illetve a jelmondata is. Nagy-nagy reménységgel tekintünk az ő szolgálata felé, illetve iránt. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan vezeti majd a megyés püspökként, a megye püspökkéként a népet, mert főleg erre a szolgálatra esküdött föl, most voltunk ennek szemtanúi. Így van, tehát most talán még korai lenne arról beszélni, hogy hogyan fogja az egyházmegyét kormányozni, hiszen valamilyen szinten a léleknek is oda kell érnie, ahová most a szertartás alatt úgymond a test eljutott. De biztosak lehetünk abban, hogy a püspök személyében maga Krisztus van jelen. A püspök tevékenységét áthatja a Szentlélek működése, tehát az egyházmegyénk mindenképpen jó kezekben van, hiszen a püspök személyén keresztül maga Krisztus az, aki az egyházát, a Szabadkai Egyházát, a Szabadkai Egyházmegyét is vezeti. Köszönöm szépen főtisztelendő dr. Kara Nándornak, a liturgikus teológia doktorának, hogy a segítségünkre volt ennek a magasztos pillanatoknak a megélésében, és további jó szolgálatot és működést kívánok most éppen Kishegyesen. Köszönöm. Nézőinknek és a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!